Köszöntök mindenkit, sziasztok! Még nincsen vége ezzel a záporokkal, zivatarokkal tarkított változékony időnek, ugyanis a szerdai nap folyamán is több helyen kell majd csapadékra készülni, hol esőre, hol záporra, hol pedig zivatarra. A hőmérsékletek viszont nem lesznek alacsonyak, általában az átlagos környékén fognak alakulni. De nézzük is meg, hogy mi okozza majd ezt a csapadékos időjárást. Ahogy láthatjátok is, hazánktól északra van annak a ciklonnak a középpontja, amely majd ezt a csapadékos időt okozni fogja a szerdai nap folyamán. Ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy a délelőtti órákban már északon elkezd megvastagodni a felhőzet és egy összefüggő csapadékrendszer érkezik. Az országnak az északi északkeleti harmadára főként, másutt inkább ilyen záporos, zivataros idő lesz, és a csapadék tevékenység majd inkább csak az esti órákra fog lecsengeni, ugyanis ez a ciklon egyre inkább gyengülni, illetve töltődni fog. Nézzük is meg a csapadéknak az időbeli eloszlását. Ahogy láthatjátok is, éjszaka inkább csak helyenként lehet számítani kisebb záporesőre, ekkor már zivatar nem valószínű, éjszaka a felhőzet is azért majd átmenetileg szakadozgatni fog, és majd az igazán összefüggő csapadéksáv az majd nagyjából a hajnali óráktól Szlovákia irányából érkezik, tehát észak felől, és főként az országnak az északi, illetve északkeleti harmadán kell majd tartósabb csapadékra készülni, ez főként esőformájában fog ott lehullani, másutt pedig a gomoly felhő képződés mellett záporok, illetve zivatarok alakulnak ki elszórt jelleggel, a csapadék tevékenység pedig inkább majd csak az esti órákra fog jelentősebben megszűnni. De nézzük is meg részletesebben, hogy az éjszaka pontosan mit takar. Ahogy láthatjátok, általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben, esetleg itt a délnyugati tájakon a hajnali órákban lehetnek nagyobb területen felszakadozott felhőzetre készülni. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, ahol ugye kiszakad a felhőzet itt délnyugaton, ott lehet majd a leghűvösebb. Aztán napközben, ahogy már említettem, észak felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik majd a felhőzet, és főként az országnak az északi, északkeleti harmadában kell nagyobb területen csapadékra készülni, főként esőformájában, emellett persze előfordulhat majd zápor, illetve esetleg zivatar is, míg az országnak a más részein ott azért több órára is kisüthet a nap, és inkább a gomoly felhő képződésből elszórt jelleggel zápor, illetve zivatar alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet az általában 16 és 22 fok között várható majd. Hűvösebb az a tartósan csapadékos tájakon, tehát főként az északi középhegység térségében lehet, míg a déli megyékben ott lesz inkább majd a melegebb idő a 21-22 fokokkal. A szél az egyébként inkább ilyen nyugatias lesz, a Tiszántúlon inkább délnyugati, míg az Észak-Dunántúlon inkább északnyugati komponenssel, és erős lökések is kísérhetik majd a szelet. És akkor vessünk egy pillantást a következő három napra. Ahogy láthatjátok, azért a csapadék az már valamelyest szűnőben lesz majd csütörtökön. Itt inkább elszórt jelleggel kell majd csapadékra készülni, főként záporokra. Majd pedig egy pillantást vetünk a következő két napra, tehát péntekre és szombatra, akkor láthatjátok, hogy inkább már csak helyenkénti jelleggel, akkor is főként a Dunától keletre kell majd záporesőre készülni. A csúcshőmérsékletek általában 20 fok körül alakulnak, szombatra viszont tovább erősödik a nappali felmelegedés, akkor már 21-24 fokig melegszik majd fel a levegő a délutáni órákra. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, sziasztok!